Jó reggelt, Vietnám! Csács, srácok, nem káprázik a szemetek, Spintájország, Spintiressel fogunk játszani most. Itt van velem Bence. Hi! Sziasztok! Figyelj, akarunk mi homlokrakodós is használni az MTZ, azért van rajtuk? Mert szerintem az irányítással nem vagyunk tisztában teljesen. Biztosan nem vagyunk tisztában az irányítással. Na menjünk, hordjuk a fát. Máma ilyen faszállító videó lesz. Hoztunk kifát, MTZ-t, mindent is. Egyébként most össze tudunk ütközni? Már azt javították? Nézzük már meg. Aha! Ó! Régebbi szpintály összegben ugye, régebbi verziókban így gyakorlatilag átmentél egymáson. Fú, de régót. Fú, de nagyon furcsa ez az egész. De valahogy difizárat lehet kapcsolni, csak lehet, hogy ebben nem, ebben a traktorban, nem? Nem tudom. Várjál, mert nagyon bátom. Hogy kell csörlőzni? Várjál. Itt nem, nincs még automata csörlőzés. De ilyen van viszont. Na, ez sem sikerült. Ja, el kell fogadnod, mi? Elfogadtam, csak rosszat nyomtam. Várjál. Na. Elfogadtad? Igen. Okay. Te ez itt ez a kamera? A kamera nézet, az nagyon kicsavar, gyerekek. Kis nosztalgia. De nagyon fura az egész. Még a hangok is minden, nem? Aha. Mi ez a kattogás, csattogás, meg ilyenek? Én nem tudom. Valami csattog. Lehet itt a tolólap az elején. Belső nézet van egyébként? Nincs, van ugye? Van a hármas gomb. Hármas gomb. Azt a betya, na ebben aztán nem nagyon sokat lát az ember. Nem, konkrétan kilóg a fejed. Néha. Konkrétan csörög, zörög minden, te Jézus Mária. De várjál, mert én nem jelöltem utat, én nem tudom merre megyünk. Hát jó fele vész, megyél, csak adjad neki. Hogy lehetne engedni a csörlőt? El lehet valahogy? Úristen, az erre te nyom meg, hallod? Mi történik? Úristen, nem tudom, a váltóba ketyergetek. Nem tudom, mit kapcsoltam. Júj, egy rükit! Tentem neki egy rükit. Na, megálltam. Na. Miért álltál meg? Ja, meg kivette üresbe, szerintem. Aha, ja, kivett. Azt a beteg. Te tudom, mi csörög? Mi? Ez a hátunkon a homlok, vagy mi az? Három pontosan ott van egy vödör. Neked is? Nekem is? Nekem is. Az csörög. Nekem nincs vödröm. De ott van, én láttam. Tényleg? Aha. Húha. Te, én raktam egy difizárat. Hogyan? Ne kérdezd meg. De raktam. A Q-val. De csak izébe tudod, hogyha manuálba berakod, abban alulról a második fokozatba, akkor van difizár. Ja, látom. Fú, basszus, igen, ez a spin... Mit csinál a pótom? Mit csinálsz amúgy? Nem tudom, mi történt, de... Fejjel lefele vagy, az gyári? Nem, vagy hát igen, gyári, fejjel lefelé vagyok, de... Én amúlba lettem. Te várjál, felállítalak. Nem fog ki rajtunk a játék. De totál damage-es vagyok, nem tudjuk megjavítani. Tényleg? Igen. 400 400. Akkor ugorj vissza. Visszaugrasz? Vissza tudsz? Vagy hogy kell visszaugrani egyáltalán? Lekapcsoltam a izét. Repair with add-ons or... Be kéne húznod a garázshoz. Azt akarja a játék? Aha. Én húzzalak be a garázshoz. Nem le... Vagy gyere az ifába, hallod? Jó helyen van ez. Jó ez. Úgy elmondom neked, az ifa, vagy a traktoron ki lehet nyitni az ajtókat, minden. Jössz az ifával?
Aha. Az brutális. Azért megint belehoztanak a jóba, mi? Nagyon. Adott egy sátán által megszállt MTZ-t. Utána meg az ifa. Csak nehogy itt megint izeljen. Te figyelj, ennyire leakaszthatod a pótot, ha akarod, én elhúzom. Hát de ott a sajátod, azt kihúzza. Azt a... Jó, kettő achievement is meglett, hallott? Hallod? Tudod, hol vagyok? Látom a térképen. Na, semmi probléma. De mi történt? Nem tudom, szerintem. Nem olyan nagy gondám ez. Szerintem nem olyan nagy gondám ez. Jövök az ifával, mindjárt. Nem emlékszel? Szerintem multiban nem lehetett. Ne! Megint erre fűtél. Tudom, mi történik? Föl van egy pót a levegőbe is. Bevágott megint az árokba. Te itt... Szerintem itt valami nem oké. Gondolos? Hogy lehet izé? Lehet, ez valamelyik pont nem tiszta. Nem lehet visszaugratni a járműveket? Hallod? Hát szerintem nem, vagy nem tudom. Rég volt. Hát nincs olyan, hogy visszaugratás. Jaj! Jaj, na ez már jó lesz. Oké, mit csinálunk? Abba te is bele tudsz ülni, ha akarsz. Tudom, bele is ültem az a... Új! Már megint izé van. Enne repüljünk. Új! Én nekem... Ez leszakadt rólad. Achievement unlocked. Tanulóvezető. Igen, meghaltam. Total kár? Total kár. De mitől? Nem tudom. De itt valami nem oké. Miközben megsérült a motor. Maxi sérüléssel vagyok, hallod. A guminyomást tudom állítani. De bazza, lehet állítani a guminyomást, ez komoly. Kijavítva 100 sérülés. Oh. Ennyit tudtam tenni az ügy érdekében. Nagyon király. Ha fölkapcsolod a lámpát, azt van egy ilyen, hú, ilyen hangja. Na jó van. Yeah. Hallod, semmit nem látni ebben a játékban. Neked, te látsz valamit? Nem, de én most leeresztettem a gumijövet, nem tudom miért. Bazd, hát... Nem lehet pörgetni az időbe. De nem valami alvás volt, hogy aludni kellett? Hát nem? De én nem... Várjál. Ott van alul az óra, nem tudsz azok órán kattingatni? De hiába kattintok rá, nem történik semmi. Vagy T betű, vagy... Nem. Nincs, nem lehet. Hát valahogy 21 óra van, hiszen azon meghalunk a reggelre itt. Korom sötét van ebben a játékban, mi történt itt? Na gyere! Vedd fel a logot legalább. Tudod, hol vagyunk? Igen. Ez a max fény ennek. Nekem meg izé petárdázik a kipufogóm. Te édes Isten, ez a játék, ez nehezebb. Mondjuk azért ilyen elítések, hogy elrepülnek dolgok, az lehet, hogy nem a legszuperebb. Te. Na mi van? Ez csak manuál pakolós. Le akarjuk újra kezdeni? Na ja. És még esik az eső is, hát ó, te. Nem mondod. Szerintem kezdjük újra, mert én nem érzem magam fölkészültnek eléggé. Hello! Szevasztok gyerekek! Szia Bence, mi újság van? Kész vagy a nosztalgiázásra? Készen. Te ebbe faszék van?
Milyen faszék? Hát ebben egy faszék. Mibe? A DT-be. Hát jó van, most minden nem ilyen luxus körülmények között kell szpintájószoznunk. Na, melyikkel jössz a DT-vel? DT-vel hát. Oké, oké. Na, gyerekek, hirtelen felindulásból arra gondoltunk, hogy egy kicsit veressük egy kis spintiressel. Hogy kell itt üzenni? A basszus az az irányítás, ezt nem fogom tudni megszokni, hallod? Nem értem miért amúgy. Oké, én megyek vissza a izét, az MTZ-vel. Portkocsit, még belső életünk is van. Ventilátor. Ezt tudja, hogy innen vették át a másik játékba is. A komolyabb, a DT, hallod? Az látom, hogy az már brutál maxer jó lesz. De ezen miért nincs Landstaff amúgy? Melyik ez? Hát a DT-n. Hát nem tudom. Lelopták. Ne, indul meg, azt megnézzük, hogy jó-e. Mi, van fülke rá? Aha. Ó, hát akkor már nagyon jó. Nem tépi a izédet a hajadat a szél agyira. Na, megeltünk? Tényleg tolom megyek. Mész! Valami nem oké, he. Hol mész? Nincs run stop, nem szok elindulni. Nem tudsz elindulni? Nem van esve a run stop, és csak pörög, de nem. Meg valami írás van a hátulján, hogy warning. Tényleg erről, meg mit én tudom. Tényleg van ott rajt valami írás. Szerintem lehet az, hogy warning, lance-up nem működik már. Nem tudsz a V-nél nyomni valamit? A V-nél, hogy valami... Ilyesmi valami csoda? Ki tudom nyitni az ajtót. Az is jó. Na, akkor mi legyen? Gyere MTZ-ben az, beválik. Basszus. Megnézem én is a DT-t. A Blue DT-t. Tényleg nincs rajt light stop, az lehet, hogy probléma. Ja, írja, hogy kell hozzá valami plusz mód. Steam Workshop-ből. Vagy különben nem működik a light stop nagyon. Hú, de már hallom, hogy itt pörgeted az MTZ-t. Mehetünk? Hát, várjál. És miért nem jön elő ez az izé? Pakolós nézet. Csak arra kell figyelni ugye, hogy kell vinni egy darut, amivel majd megpakolunk. Mi most nincs manuál pakolás akkor? De manuál van. Vagy nem van olyan automata. De van. De miért rettegsz attól annyira? Mert rettegek. Istenem. Az kell. Az kell az elejére. Azt nem tudjuk miért repülünk el, hallod? Ne így álljam hozzá, nem na, lesz itt baj. Induli! Verseny a izéig, a Lockstation-ig. Küldjük neki. Most nagy kabinost hoztam, jobban elférünk be, de látod? Látom. MTZ-ek közül. Hallod, ez a játék egyre nehezebb, mint a másik, ugye? Nem egyre. Menjél már, miért nem megy? Most meg megerett az eső, te! Nálam még nem esik. Nem, az jó. Akkor csak fölöttem lehet, hallod? Meg ez a kamera nézet. Hát igen, itt a kamera az csodálatos volt. Ja. Nálam szokod az eső. Achievement unlocked. Komoly. Milyen achievementet értél? Utaz 100 kilométert. 100 kilométert? Ez nem tudom, hogy jött össze.
Szerintem... Figyelj, MTZ-vel vegyünk? Nem ám izével. Nem ám urallal. Ne legyen túl ködgyű. Nem? Hát MTZ-vel hát ez most. Hallod, én rájöttem, hogy ebből a kettő részből, amit elkezdtünk közelebb, abból lesznek itt bevágások. Snowrunner-ös se tettem még ki. Jaj, aztán, aztán. De ez jobb, az, ez jobb. Az, az csodálatos lenne. Ez jobb, ez az ellövés meg minden. Tudod neki, more? Tolom, csak olyan rohadt hangos, meg minden, meg csattók, csetteg. Úristen, ez a játék, ez hány éves lehet? Ez tizen sok, nem? Ez hogy... tizen sok. Mennyit változott a SnowRunner-ehhez képest azért? Ez izé, ez nagyon kezdetleges volt, pedig ezt akkoriban szerintem azért nagyobb durranás volt, mint most SnowRunner. De miért megyek én sokkal gyorsabban, mint te? Bekapcsoltam a diffit is. Ja. Na itt az ill, de akkor azt engedjük el. Ugye itt figyelni kell, hogyha időt pörgetünk, akkor ugye fogy az üzemanyag. Nehogy elcsesszük. Na, itt befele balra. Szerintem én is kapcsolok egy diffit. Egyébként jó, mert a diffit... Ó, van itt a automata pakolás, jó van. Aha, csak amire beállítjuk majd egyenesbe a pótot, arra itt megőszülünk. Igen, ezzel csak kicsit tudunk. Aha. Csak nem kell egyenesen állingatni. De. Hát a kicsi fához. Hát de a kocsinak meg a mindennek egyenesen kell lennie, tudod? Van az a bug. Current truck can carry this load. Ez jó. Hogy kell megrakni egyébként? Hol van? Vagy mit kell nyomnom? Ma nem emlékszem semmire. Neked ír valamit ez? Vagy mi történt? Ja, itt van. Én fölpakoltam. Jelenlegi terrautó nem szállíthat terhet. Igen, az izé, nyomjál rá a fára, meg izé, meg a alul egy gomb, és akkor jó lesz. Ja, hogy? Aha, hát ez ilyen rendes, ilyen vágott. Izéket viszünk, hallod? És merre megyünk amúgy? Méterfát. Hát nem tudom, ha megjelenem, gondolom nem látod. Mönök erőre, jó? Ezt az útvonalat, ezt annyira vágom, ne tudd meg. Professional módon, jó? Oké, akkor haladjál. Mert ezt körülbelül 2000-szer csináltam végig. A... Még a... Még a üzét teszteken, tudod? Mindig ugyanazon szoktam tesztelni. Jaj, de jó! Újra itt vagyunk! Mindjárt ki... De nekem én elraktam a kamerát a földre. Földre? Aha. Az hogy? Nem tudom. A kamerát? Aha. De miért? Nem értek semmit. Nem tudok kamerát váltani. Ne! Itt vagyok a bokorba, és onnan. Direkt csinálod, úgyis tudom ezeket a dolgokat már. Hát... Pár csak direkt csinálnám. Eddig átörök egy másik gépbe hátra. De várjál, akkor most elég nehéz lesz a bokorról irányítanod ezt a járművet. Jó, megjavult, megjavult. Hallod, ez kemény lenne volna. Figyelj, mondanám mindig, hogy balra jobbra, és itt te nem látnál semmit. Mintha egy vak. Vak embert kellene irányítani a traktorra. Figyelj, kimegyünk innen. Figyelj, mert itt a megfordulás és egy tort... Baza, egyből megfordultál. Én meg itt elkezdtem, hogy tortúra a megfordulás, most... Nagyon azt mondják, hogy izé vagyok. Mekkora loser. Fallon, de nem bugolnak a fizika. Ugye... Ne kiabál, ne. Jaj, ne is mond. Figyeljetek, figyelj, durva terep lesz nagyon. Azt tudom, hogyha ez a kamera rendesen izé, szédülök ma.
Nyomjunk egy időt? Belsőt? Jó, nem nyomunk egy belsőt, de nem látok kettőig se. Ja, itt még nem kövek volt, de ja, itt voltak ilyen földhantok is. Voltak külön kövek, meg földhantok. Hát retro, de ez így nagyon más volt. Hát igen, de akkor nagyot ütött, de most már a izéhez képest, Nomoranelhez képest. Tudom, elég... igen, ezek nagyon. Na. Automata csörlőzés. Igen. Itt nem tudod azt megcsinálni, hogy ha dőlsz, akkor hirtelen rákapsz, hogy bármi. Hát ez egy más generáció, az biztos. De az nagyon durva, hogy ez a játék még mindig ilyen 1,5 vagy hány giga? Talán? Max 2-3, viszont... Ja, neked, mondjuk neked megvannak a DLC-k, de én az előbb, ahogy szedtem, azt hiszem 1,3 volt a... DLC-k volt 3. Ja, nagyon durva. És abból Csernobilos maga 1 giga. Csak. Egész jól megy az MTZ. Ó, nagyon jó. Szuper. Mindjárt ott vagyunk. Itt ezen a mapon van a izé, még a nagymaz is, nem? Unlockolgatni kell őket. A kismaz meg a nagymaz. Szerintem másik mapon van. Nem, itt. Mint a kújtet. Ha megnézed, egyébként mennyi 3 darab jármű van. B130, C, mondjuk lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy a nagy az lehet, hogy nincs ezen. Hú, hát ez kurva régen játszottam én ezzel. Szerintem ilyen 5-6 éve legalább, vagy még sok, vagy lehet, hogy több. Ja, itt még nem lehetett semmi más, csak fát, ugye? A Csernobilos mapon is csak fát lehet szállítani egyébként. Igen. Csak ott ugye van sugárzás. Aztán, mi van itt? Elkezdtek pörögni csak a kerekek. Hát meg ugye az... Pricspagy... Abba. Igen. Abba, a városba játszunk. Vagy hát játszunk, ugye ott abban vannak részletek. Nagyon nagy faszállítás most. Apám, pedig ebből a játékból szerintem 100 rész biztos csinálta. Jajjaj. Többet. Rengeteg mod teszt volt. Megakadtam. Igen, mert itt elég durva a sár. Meg pályateszt. Jézus, ja. Ó, basszus. Hagyjad már még itt, a vödörrel is lehet valamit csinálni. Miért, mit lehet a vödörrel? Hát nem tudom. De ki tud így előni? Move, 7-es és 5 bucket. Nem tudom. Inni belőle vagy valami ilyesmi. Hát oké. Az a baj, fingom sincs megint gomba, amit csinálok, szóval nem kezdek el nyomogatni. Meg itt azt hiszem, hogyha leakasztjuk a pótot, akkor eltűnik a rakóvágy róla, vagy valami ilyesmi volt. Ilyen csodálatos feature. De szerintem változott a grafika, a legelsőhöz képest nyilván. Hát biztos, hogy jobb lett. Nem volt ilyen nagy fű, én arra nem emlékszem, hogy ilyen lett róla. Meg ennyire színekkel se volt teli azért. Igen, fakó volt, ja. De jó. Nem is tudom, melyik verzióban az Mudrunnerben volt, hogy volt egy gombod,
Amiben megnézhetted, hogy milyen mély a víz. Volt egy olyan opció valamelyik játékban, nem? Hú. Így mutatta ilyen csikokkal a víznél, hogy... Hát szerintem az Mud Runner. Milyen mély van. Ez már emlékszek. Ismire. Ajaj. Lekotlott? Á, nem. Szépen ide, az automata váltva egész jól dolgozik. Lekotlott, igen. És itt a ló, talán még effektívebb. Főleg mivel akkor van difilárunk is. Hát én lekotlottam. Tiéd, az megy. Lehet, hogy én hülyeséget csináltam, hogy próbáltam kerülni a vizet, pont ott a jó. És el kell fogadni a csörlőt. Ez is mekkora szívás. Nem lehet szivatni a másikat, mi? Nem úgy van ám itt SnowRunner-ben. Ott van egy baszott nagy gödör. Itt? Aha. Mi történik? Lenyém az... Oh. Na. Miért nem jön a kéder? Várjál. Ja, itt van, aha. Elfogadtok. Nem is mi a franc történt itt, hallod? Itt rohadok meg! Mibe akadta be, hallod ilyen durván? Egyenesítsd a kormányt. Lehet nem is te akadta el, hanem a pót. Egyenesben van a kormány szerintem. Na, most megindult. Pót volt a baj. Azt a betyár. Jó van, oké. Jaj. Neked kéne előre menni viszont. Ennyi csak. Jó az. És ugye jobbra majd a fák között át tudsz vágni. Várjál már. Mi történt? Kamera. Nem látom, merre megyek. Meg kezd sötétedni, nem? Nem, csak ugrál. Utóbb megyek egyáltalán? Jó felemész. Majd jobbra, mondtad. A francba, itt még nem lehetett kivinni a falkat. A felelsebb belek. Ki lehetett csak, szerintem ez kicsit erős. Szerintem volt. Kicsi. Nem tudom. De biztos, hogy erre akarunk menni? Igen, igen, arra kell. Csak várj, lehet, hogy belepörgetek az időbe, vagy depörgessek bele? Azt hiszem, hogy van ez a térkép nézegetés? Hát fordítom a jobbra balra baszki, de azt nem látom, hogy akarok. A fák között kéne menni balra. Keresztbe át a pót várja. Hát az időpörgetést azt nem tudom, hogy működik, mert ez lehet, hogy nem lesz nekünk, mert most is hiába kattolgatok én bele. Az akkor ez jó buli lesz, hallod? Nálam még full világos van amúgy. Igen? Aha. Hát azért annyira nekem már nem. Hallod itt, ezek a fák. Megőrülök! Rájöttem, hogy kell térképet nézegetni. Na hogyan? Hozd meg egyszerre kell nyomni a két gombot, és a két egér gombot, és utána jobb klikkel tudod vizélni, húzingálni a térképet. Hát a jobb gombbal is tudod húzingálni a térképet. Hát nekem egyszerre, vagy előbb nem engedte. Nekem meg, én meg beakadtam, úgyhogy baj van.
Visszamenjek? Várj. Az a nagy problémám van, ami... Az a tipikál, hogy a portkocsi meg a jövő közé beakadt az a rohadt... rohadt fa. Ja, megpróbálok kijönni, de... A rohadt életbe. Gyere ki! Jó, kijött, jó. És még mindig neked izé van, azt mondod, hogy világos. Aha. De jó neked. Miért áll a sötét? Hát, fél homály. De lehet, hogy a fejembe. Lehet, hogy nem erre kell jönni. De, már nem jó fele vegyük, hejó. Vagy igen? Nem oda kell menni. Hova? Hanem itt balra kell majd menni. Valami arra, az jó. Ez az a föntre? Nem föntre. Hova fönt? Hát mi? Nem az objektív egyhez megyünk? De. Hát az nekem fe... Vagy várjál, hogy van a térkép nézet? Várjál. Hát hogyha... Jó, hogyha éjszakra van, akkor az bal lent. Igen, bal lent. Hú, na most fél homály lett nálam is. Aha. Azt hiszem, hogy itt ki lehet jutni egy útra. Jó, gózzáltunk. Te valami olyasmin megyek talán. Valahogy itt nem lehet látni ebben a játékban. Mi az a sötétség? Én már bele vagyok itt, mindjárt feladom. Meg elakad? Mi ez? Egy röngbe? Nem lehet aludni valahogy? Próbálj meg lejönni ott azon a vizen. Jövök. Megyek utánad, várj meg, hallod? Jövök. Menne a nagy ganéba. Hallod, nem is látni semmit ebben a játékban, igaz. Ez ennyire sötét volt. Multiban meg nem lehet aludni. Nálam még arkonyodik. Megy le a nap. Majd megvakulok. Hol vagy, Bore? Itt állok a ganyékba. Merre? Te fák mögött. Ja, arra ment. Oké, jó van, megyek arra, várja. Ja, ott vagy, aha. Oké. Csodálatos, jól van. Itt szerintem ki fogunk jutni egy ilyen aszfaltos útra. Vagy nem. Ez a két opció. Vagy most meg ilyen sárgás, alkonyatos fény van. Hát ez a játék, ez feladja a leckét. Pedig az alapjármű se jobb. Ugye az alapjármű az illel kezdesz itt. Na, megint elásta magát, hanem... Van valami út. Jaj, visszatérnek a régi emlékek, tényleg. De... Itt nincsenek tökök, itt gombák vannak, de akkora gomba, apám. Mind a fejem. Ja, igen. Pedig az nagy szó. Bocs gyerekek, de időben nem tudok belepörgetni, úgyhogy mindjárt olyan korom sötét lesz, mert ebben a játék az szereti azt, hogy egy kicsit sötét. Az előző rész az jobb volt, amit megpróbáltunk fölvenni. Sokkal jobb volt tényleg, ez is tudtuk mivel mit kell csinálni. De ez, hogy állandóan elfordítja a kamerát, egy random. Olyan sötét van, nem látom, mibe akarok el, hallod? Engem az őrjít meg.
Csak nagy feketességet látok. Hát, valamit beálltam. Nagyon. Van, csörlőzöm magam, de hát nem is látok semmit korabi sötétben. Mondjuk lehet, hogy nem a leggyengébb modult járművel kellett volna neki vágni kapásból. Ah, oh, Max, leszállítottad. Fuck yeah. Ez vító van, várjál, lehet ilyen izé. Takarás. Le is szállítottad te? Aha. Ja, nem is, de nem is oda kellett vinni, more. Ja, oda kell, bazd, 8-at kell oda vinni. Vagy rossz helyre hoztam, vagy mi van? Lehet, hogy oda kell, csak ugye nem látszott a térkép. Az meg egy ilyen takarás feloldás. Szerintem jó helyre vitted, csak lehet, hogy ott van egy ilyen watchtower. Már full nem emlékszem rá. Jó, és nézzétek, srácok, hogy ilyen sötét van ebben a játékban, lekapcsoló lámpát. Emlékszem erre a széles útra, így rátéve egyszer a földesre. Ez rettenetes. Aha. Még négy darab kell erre ide. Mi, megpróbálta elmenni arra? Takarásra? Ja, hát azok a takarások, igen, mert ott egy ilyen körívbe van a feketeség körülöttük. Marha jó. Ez a kamera. Ez a sötét, én nekem ez a sötét oldag. Az van engem ez annyira nem boldog, bor... hogy... Még ha látnék is valamit, érted, elfordul a kamera. Ez a sötét, engem ezt csinál ki. Nem sokára ott vagy. Egyébként látom szerintem a kijelölésedet. Viszont nagyon érdekelnének azok a felszabadítható járművek, azok milyenek? Van egy B130, azt gondolom egy Zill. Van egy C64. 520-as, az talán egy... Kamaz. A C255-ös az pedig egy izé, tudod? Van egy... Kroz. Mivel a fenébe akadtam meg? Ez a játék egy kicsit frusztráló, nem? Hát, ó, te, hogy még félre is váltok, meg ilyeneket. Na, most megindultál mind a... Fú, megugrott. De hogy meg nem lehet pörgetni az időbe. Ez is csoda. Megvan! Yes, azt a bőtje. Ott van egy garázs, te. Na, mondtam én, hogy van itt garázs. Te, várjunk. Annyi. Hogy lehet visszaugratni a garázsba?
Arra adjál nekem izét. Ötletet. Aha, vissza lehet, rá kell kattintani a garázsra. Oké. Okay. Ide visszaugrattam az izét. Mi ez? Uralt. Meg elvileg most akkor tudok rá szerelvényeket leszedni, meg rárakni. Meg a, itt lehetett a gumikat is, ugye? Cserélj, aha. Jó, mert igazából nem látod, hogy mit csinálsz, tök jó. Gyere! Van egy ötletem. Micsoda? Gyere felszabadítani. Ott van egy izé, ott van egy jó jármű. Mindjárt úgyis... Ott, hol az az ott? Izé, elmegyünk ezen az úton. Spikpak, ott vagyunk, hallod? Mindjárt mutatom, hogy merre. És MTZ-be menjek? Szerintem, vagy hozd az Uralt. Azt szerintem lehet, hogy jobb. Vissza tudsz ugratni, azt leszedsz róla mindent, akkor egész jó. Meg talán lassan reggeledik egy óra. Plató, darus, első kifufogó, vontató, üzemanyagtartály. Van itt minden búcsúba. Én úgy emlékeztem, hogy kereket lehet rárakni, de nagyon nem. Mi az a utility kosár? Jaj. Na hajrá! Gyere! Várjál, hát... Még nem szívtunk eleget, úgy érzel, hallod? Ebbe a játékba, nem? Á, nem. Hát most egy kicsit veszélyesebb terepre tévedünk. Hozzám a két garázspontot. Minek? Hát főszabadítom a garázst, hogyha oda jutunk. Hát nem oda jutunk, máshova. Jaj, Istenem. Hogy kell bezárni? Na. Let go! Szegye let go, hát össze-vissza nyomogatom a gombokat, várjál már. Mit hoztál, mi az? Pogyvás izéket? Kis katonákat, vagy mi az? Mik jönnek? De ne lenne ilyen sötét, én ettől sötéttől vadulok. Izomból megyünk. És nem látjuk egymás lábáját, legalábbis én nem látom, hogy neked égne. Na, mennyi? Lego! Itt az már gyerekjáték lesz. Felszabadítunk egy járművet, megnézzük, hogy hogy lehet. Hú, hát tudod, ez nagyon rohad ez az ural. Fili bazd, meg el is ástam maga. Jóó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 ó
Lehet, hogy elengedjük ezt a felszabadítást? Nem tudom, most nálam szakad az eső. Szakad, sötét meg, van. Meg itt rodja állást a magát az egyéb. Ez kerék diffizár, de... Oké, okay. Na most. Indul, jó, jó, megindultunk. Hát ez egy ilyen kínzással felér ez a játék már.
Hát köbben igen. SnowRunnerhez képest, most akármennyire is elfogult vagyok ezzel a játékkal kapcsolatban, mert tök szerettem, meg szeretem is. De ha... Azért az idő megszépíti az emlékeket, nem? Hát nagyon. Tehát ez a kamera, ez káosz. Igen, az nagyon-nagyon durván káosz. A kezelés az nagyon nem smooth, az nagyon sarkos. Ahogy... Hát nem kezelő barátna. Nem. Ó, világító gombák. Mekkora feature volt ez. Kicsit ilyen avataros feelingem van tőle. Ne kérdezz, hogy merre kell verni. Meg a legjobb egyébként, hogy hiába jelölöd ki a térképen az utat magadnak, az nem látszik a így real, amikor játszol. Az ugye elég aranyos, mondjuk. Mi? Hát piros vonalnak kéne lennie, nem? Kéne? Hát akkor nem... Akkor lehet, hogy nem volt kijelölve. Ja igaz, tényleg van piros vonal. Meg itt látni a másikét talán, a másik jelölését a térképen. Igen, azt láttam. Mondjuk az egy hasznos dolog. Azt a SnowRunnerbe lehet, hogy átrakadták volna. Úr, és meg lenne már reggel, hány óra van, hallod? 3 óra, 34. Hát ez nem egy 7 days to die, hogy 4 órakor már ideje van világos. Jaj, ne! Folyó, ez így... Jaj! Rossz emlékek megrohantak, hallod? Ezek a folyók, ezek mindig olyan kis kellemesek szoktak lenni ebben a játékban. Mert még a víz visz is el. Igen, mikor ezért belekap a sodrás. Igen. Ám ez SnowRunnerben is lesz olyan. Lehet igénybe vennék egy kis csörlőt. Ne. Igen. Jó, köszönöm. Ő. Most meg te ást elmagadni. Aha. Na de itt van üzei, aszfaltos út, jaj de jó, nekünk. De sobogástól meg vigye bepisilok. Jaj de jó, megjöttünk. Van fény. Azt a becsár. Na, a rákba vagyunk, ja, arra kell menni. Túl, itt ez a gyors váltások azért. Ja, ezzel a váltóval nem könnyű dolgozni. Valahol itt kell bevenni jobbra. Hoppa. Ott van egy fa. Ott egy fa, és kétszer, hallod, felesérülést rámmelte. Azért... A SnowRunnerben nem történik egy ekkora drasztikus sérülés egy ilyettől. Nem? Vagy én az nem rosszul? Nem. Nem tudom. Jól érzed. Nem tudom merre kell ám menni. Valahol itt. Te látom, bejelölted itt ezért, de szerintem itt akkor zsambul lesz, hogy... Meg ráadásul korom sötétve. Gondolod, hogy nem tudunk átmenni ez? Szerintem nem. Nem? Akkor nézzük másik udulat. De miért nincs reggel ebben a játékban ilyenkor vár, hallod? Oh. Hallod? Valami itt matatok, mint vaka pinán, komolyan mondom, érted? Fogalmat sincs, hogy mi, merre? Mi történik? Olyan kurva sötét van. A kamera, az erdőből nézem, hogy éppen mi zajlik 50 méterre tőlem. És úgy próbálja navigálni. Na akkor rád bízom magam, hallod, megyünk. Okádja a füstöt az eleje a gépnek. Van. Engedd már azt a rohadt csörlőt. Ki? Én itt azért próbálom elkattintani a csörlőt, de nem engedi el. Kénylódás, hallod? Lehet, hogy ebből nem lesz sorozat. Hát igen, az emlékek azok szépek voltak, de hogy...
csőre azért föl tudja rágni az embert, a kamera is föl tudja rágni az embert. Meg ezzel nem tudok belepörgetni. Istennap kezd virágos lenni. Hál' Isten, igen. Nem tudunk belepörgetni az időbe. És körülbelül úgy érzékelem, mintha háromszor annyi ideig lenne sötét. Na, itt kell mennünk? Nem tudom, hát... Na, menjünk. Itt van valami jobbra. Folyó. Nyomjad neki. Hát itt van egy hegy, helyre már. Tényleg van egy hegy. Akkor lehet, hogy megkerüljük. Jó, hát... Benéztem a rajzot. Tényleg. A hegyek... Azok nem jó dolgok ebben a játékban. Á! Hát ez miért van itt akkor ez? Gyanús, hát nem lehet belemenni a folyóba és végigmenni rajt. Na van ütközés a járművek között legalább. Nézd meg, hát nem gyanús ez a valami? Itten. Olyan, mintha át lenne kelni, nem? Ez nem úgy. De hogy mész föl a hegyen? De miért van ez itt? Mennyire mély ez a folyó? Megkukkantson. Megmerjem kukkantani, várjál, rácsörlőzök, aztán majd kiszedsz, hogyha kiabál. Várjál már, az ural nem is a hegyen van. Az nem ural. Krasz. Egy, krasz. De fogad, de... Tehát ez mellette van, nem kell fölmenni, nézd meg a térképen. A térképen látszik, hogy emelkedik a vonal. Ja, jó, akkor... térképen... Na, mennyi? Na várja, na, figyelj, annyi, kiabálok, akkor csörlözz ki. Ó, hát ez a szalad a verd a gyerek. Oda nézzél. Jó, megyek. Ez egy út. Ez nem folyó, ez egy út. Nem, látod? Hát, lehet, hogy jaj. Szerintem a szélén gyere azért. Jaj. Ott van a gép, nem? Valahol nem. Itt jobbra. Na! Öcsém, ez beteg ez a hely. Itt kell fölvennie, ha? Hogy kéne. De most mitől bolondult meg a kamera? Még mitől nem megy föl itt? Itt is van egy garázs, he? Ne! Vagy mi ez? Garázs, jó. Hogy a francban van ennyi garázs? Én garage. Meg itt a gép. Ja, a garázsban van a gép, mi? Fölszabadítottad? Én meg izéltem, bekotlottam, de jól átülök bele. Aha, basszus. Én erre nem is emlékeztem, hogy ezen a mapon volt ilyen. De ez viszont egy eléggé OP. Ez javítós. Aha. Ez tök jó. Jó gép. Jó kis krasz. Hát ott hoztál volna javításpontot, nem lenni garázs. Garázspontot, ja. Vagy, na, garázspontot. Ez a játék nem veszi az erőnket, nem hallod? Keményed egyébként. Leszállítod két garázspontot. Ja tényleg, mert te azt hoztál, hát szép. Megpróbálok erre a folyóra rátérni. De jól néz ki ez a krasz. Egyébként nem néznek ki rosszul az automodellek. Ezek tök szépek. Hát... Meg tényleg ez a gyors csörlődés, vagy a csörlődésnek se való dolgok, azok nagyon kellemetlenek, nagyon sarkosak. Hát igen. Attól egész élhető. Kár, hogy nem lehet pörgetni. Multiba. De az nagyon durva, hogy így a folyókba így csival el tudsz közlekedni. Nagyobb gépekkel. Tök komoly. Na jó van, elbúcsúzzunk? Ezt a takarást már kiszedem.
Oké. Okay. Meg átmentem hajóba. Hajó van, nem jó. Meg elég sokáig bírja a jármű, amikor ugye víz alatt mész, mert ilyen egy sérüléspontokat nyel be, meg hármakat. Aztán ilyen konkrétan így a vízbe tudsz verni. Igen. Fú. Ugye a SnowRunnerbe, meg kb. Belemész a vízbe, aztán egyből kakú kis a motornak. Jó, megvan. Na, egy borítás eltávolítva? Ja, azt a... Fasza, jól van. Basszus, ez ennyire összetett ez a map, tök nem emlékeztem rá már. Na, jó van. Köszönöm srácok, vagy köszönjük, hogy itt voltatok. Igen. Kicsit szenvedés volt, enyhén. Hát egy kettővel nehezebb, mint a SnowRunner. Igen, igen. Tényleg kettővel. De kipróbáltuk ezt is. Írjatok, hogy mi a véleményetek szerintetek, hogy mennyivel jobb a SnowRunner, mennyivel nem. Vagy mit gondoltok erről a régi Spin Tiles-ről. Jók legyetek, csá! Sziasztok!